Köszöntöm a kedves televízió nézőket, újra itt vagyunk, és hát türelmetlenül várjuk a jövőt, de viszont a régi dolgokhoz meg viszont ragaszkodni szoktunk, és pontosan ezt csinál felfordulás nálunk a mostani időszakokban, így a szűz havában, amikor még ugye hát itt az időszaka annak, hogy rendet rakjunk saját magunk körül, és ez nem csak a fizikai dolgokra vonatkozik, hanem a magánéletünkben, a lelki életünkben, és nagyon sok minden másról is szó lehet. És pontosan most ilyenkor nagyon nagy szükség is van rá, mert ugye azt szokták mondani, ugye a régiek, és ezt nem most találták ki, hogy az életideál utáni vágy a legjobb, bizonyíték arra, hogy az elérhető. És ez mennyire igaz, hogy az ember, ha elképzel valamit, és megpróbálunk például úgy gondolkodni saját magunkról, hogy az itt és most világába éljünk. Tehát ami elmúlt, azon például nem rágódunk, mert azon már túl vagyunk, az a dolog már megszűnt. Az a sok minden, az már elmúlt. De viszont a jövőn meg töprengünk, hogy hát Istenem, akkor most a jövőben mi is lehet még, mi is fog történni, avagy mit kell még átélnem, és akkor jön az, hogy hát mivel érdemeltem ezt ki, és stb. De viszont a most pillanatában élni, és megérteni azt, hogy ténylegesen saját magunk tudunk utat vágni saját magunknak, tehát utat törni saját magunknak, ahhoz, ha kellően odafigyelünk a dolgainkra, és ha kellően megpróbálunk megoldásokat hozni az életünkben. Mert nagyon sok helyzetben jön elő például a párkapcsolati problémáknál, hogy hajlamosak vagyunk ugye keseregni, hogy mi történt, miért történt, mivel érdemeltem ezt én ki, most ez egy mondatismétlés, de ez nagyon sokszor elhangzik mindenkinek a szájából. És pontosan ez azért van, mert ugye még mindig a régi dolgokról pergetjük magunkat, és nem tudunk tovább lépni belőle. Na most nem is hiszik el, hogy energetikailag ez mennyi olyan változást tud előidézni, és mennyire, mint egy mátrix úgy működünk, és mennyire tudnak a problémák ezáltal nemhogy megszűnni, hanem még egy kicsit felturbozódni, akkor azért elámulnának, ha csak így az ember belegondol és így mondja, de viszont ha vizuálisan látnák ezeket az erőket, hogy hogyan is működünk az aura terünkben, ilyenkor mi zajlódik le, akkor elcsodálkoznának. Hát például most ilyenkor például a hétnek a mondani valója, mert azért elég erős bolygó behatásoknak vagyunk kitéve, hát itt vagyunk egy Vénusz együttállással a Junóval, ami 10-éig még tartani fog, aztán ugye itt van egy új Merkur ciklus, ami hála jó Istennek azért most már eléggé jó időszakot fog hozni, pláne azoknak, akik ugye üzletkötéssel foglalkoznak, esetleg adnak, vesznek, kereskednek, tehát aki pénzügyi dolgokban talál problémát, annak most már egy kicsit talán jobban előbbre halad a szakere. És a másik pedig az, hogy ugye a Jupiter az meg retrográdba vált, ami ugye ilyenkor, tehát egy kicsit talán arra int minket, hogy érdemes elgondolkodni ugye a dolgokon, és érdemes jó döntéseket hozni. De hogy ez az égi GPS, mert én úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen égi GPS hogyan is működik, és mennyire önmegvalósító ötleteket tud adni, az nagyon hasznos mindenkinek a számára. Én el is árulnám a telefonszámunkat, ami nem más, mint a 269-0386-os nem emeldíjas telefonszám, tehát lehet telefonálni, várok mindenkit nagyon nagy szeretettel itt a műsorban is. És a másik az, hogy tulajdonképpen, ha valaki ugye mindig ugyanabban a problémában bukik el, akkor hát valami olyan probléma adódik az életében, amit még mindig azon kattog, és még mindig azon nem tud túljutni. Tehát pontosan arról van szó, hogy ilyenkor érdemes ebben az időszakban, ugye a rendrakás, a lelki rendrakás mennyire fontos, hogy
mint mindig, de most ebben az időszakban talán egy kicsit jobban, hogy a párkapcsolatunkban is, és egyébként a társas viszonyainkban is próbáljuk meg úgy rendbehozni saját magunkat és saját viszonyainkat, hogy az élhető legyen. Nagyon sok helyen panaszkodnak nekem arra, tehát nagyon sok emberrel találkozom, és nagyon sok olyan problémával szembesülünk, ami a párkapcsolati problémáknak valahogy egy olyan része, hogy amikor például egy párkapcsolat nem működik, valamiért nem működik, akkor nehezen tudnak ebből a kátyúból kikeveredni. És pontosan erre jó az, hogyha az ember belenéz két képletbe, és akkor már is lehet látni, hogy az a probléma miből indult ki, mi volt a gyökere, vagy miért is ragadtak le ott azon a szakaszon ez a pár, vagy esetleg azok a házas párok, akik ebbe benne vannak, és ezt a problémát annyira nehezen oldják meg. Tehát érdemes ezen is elgondolkodni. Annak ellenére ez az időszak, tehát például ilyenkor szeptember időszakában, októberben, amikor ez a gyönyörű ősz már itt van, és tényleg ilyen indián nyarat élünk, akkor a házasságkötéseknek mennyire itt van az ideje, mint mindig, de most ilyenkor gyönyörű tud lenni. És pontosan nagyon fontos az, hogy akik házasságot kötnek, és egy szövetséget kötnek egymással, ilyenkor azért előtte legalábbis bizonyos helyeken, például Indiában az a szokás, hogy ilyenkor átnézik az asztrológussal a képleteket, és megtudják egymás képletéből, ugye, hogy mennyire kell vigyázni egymásra. Hogy találjuk meg egymáshoz a kulcsot? Hol az a kulcs, amivel ki tudjuk nyitni egymás szívét? Mert én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindenki számára. És a párkapcsolatok nagy része sajnos ellaposodik, nagyon sok a válás, sorolhatnám még. Itt a legelső kedves hívó, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Ön van a műsorban. Jó napot kívánok, Zsuzsika. Szeretnék egy általános elemzést kérni, hogy általános. Mi várható ebben az évben, mit várhattok, és legfőképpen az, hogy a szakmámmal kapcsolatban el tudok-e helyezkedni, és mondom a születési adataimat. Elárulná nekem a kereszt nevét? 54-04-03, és Margó vagyok. Margó. 54 és április 4-e, ha jól értettem. 3. Április 3-a. Gyorsan tetszett mondani. Na most elnézést. Semmi probléma, hát azért vagyunk. Itt nem lehet bakizni, csak én szoktam sokszor. De elnézendő. Kérem szépen, na most egy tág elemzésnél annyi idő nincs, hogy én annyit itt elmondjak önről, de viszont érdekes, mert egy eléggé tüzes, pörgős, jupiteri ember, aki eléggé szerencsés tud lenni. De tessék nekem megmondani, hol az alakadás, mert egy 36 éves kor után azért látok én itt egy fordulatot az ön sorsában. Halló? Én 54-be születtem. Az lehet, de olyan 34 éves koráról beszélek. Akkor született a lányom. Értem. Tehát akkor volt egy olyan változás, egy sorsszerű változás az életében. Tudja, az is benne van a képletben, hogy a sorsfordulatok azért nem véletlenül, tehát a születési képlet megmutatja, hogy a sorsfordulatoknak mikor kell az életünkben megtörténni. Igen. És pontosan arról van szó, hogy kompatibilis, és én úgy látom, hogy áprilisig, tehát az elmúlt áprilisig, tehát hogyha visszanéz egy kicsit, egy évvel visszamenőleg, azért nagyon sok probléma volt ön körül, amit kilomtalanított, ha jól lomtalanította ki. Hát, én így nem nagyon... Hát igen, volt, hát mindig vannak gondok, természetesen, hát nagyon sokat kellett segítenem a lányomnak, elfáradtam, de volt, amiből besokalt. Dolgoztam is, mert el szoktam menni dolgozni így nyugdíj mellett, és azt szeretném most is, hogy egyáltalán sikerül a szakmámba elhelyezkedni.
Én úgy látom, de ha nem publikus, nem mondja meg, de én úgy érzem, hogy azért talán elárulja nekünk, mi volt a szakmája. Röntgenasszisztens. Ó, Istenem, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a mai világban, amikor olyan kevesen van mindenhol mindenki, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségei vannak. És a jövő évtől, tehát ebben az évében önnek elindult egy új 9 éves ciklus. Mert az életünk Igen. során nagyon sok olyan ciklus van, több 9 éves ciklust élünk át. Tehát én úgy gondolom, hogy minden bizonnyal sikerülni fog munkahelyet találni. Ebben az évben? Ebben az évében. Ebben az évében. Ebben az évében, mert ugye csillagászati évet nézünk, ami áprilistól áprilisig tart. Igen. Na most nem tudom, hogy honnan tetszik telefonálni, de... Budapestről. Hát akkor meg mi viszont mindent bele és nagyon sok sikert kívánok, mert a vártnál jobban sikerül. Igen, hát eddig nem is nagyon nézegettem állás után, mert hát itt volt ez a nyári szünet, az unokáimra kellett vigyázni, el voltam foglalva, de most viszont már mindenki ment a maga dolgára, úgyhogy most már nekem is. Ön nem az a típus, aki egy otthon ülő típus, pörög 100 000-rel, és egy hatalmas tűzzel, lobbal veti bele a munkába, hiszen az egész életében ezt csináltam, most sem lesz ez máshogy. És nagy szerencsével, hál' Istennek ebben az évben fog találni állást. Hát nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm most szépen. Már jobban bízom, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen. Higgyen benne. És sikerülni fog, de tényleg be fog jönni olyan körülmény az életében, hogy ez így a nyugdíj mellett természetesen szükség igen, van igen, erre. Hát muszáj, mert nem olyan sok a nyugdíj, hogy az ember abból alapvető dolgokat meg tudjon csináltatni. Köszönöm szépen a segítséget. Én köszönöm szépen. Minden jót kívánok önnek. És haladjunk tovább, mert például ilyenkor... Ebben az időszakban nyugodtan lehet közben telefonálni, attól én még mondom a magamét, de ebben az időszakban például nagyon hasznos dolog az, hogyha valaki, például mindez az előbbi kedves telefonáló is, és egy idősebb kor, ha bár idősebb kor, de hogy is, mert azért egy 54-es születés az még nem egy olyan hűde, de én arra gondolok, hogy azért sokkal jobb, hogyha az ember tehát kimozdul otthonról, amíg teheti, és megpróbálja úgy keresni például nyugdíj mellett azokat a lehetőséget, hogy nem ül otthon, és tényleg nem poshat bele, meg nem most bocsánat a kifejezésért, hogy így mondtam, de nem szomorkodik otthon, és nem tudja beledöngölni magát abba a kínba, hogy most akkor már tovább már nincs rám szükség, hanem akkor kilépek, és megpróbálok egy kicsit talán a szakmámból kiadóan, vagy pedig bármiből, tehát egy kicsit még az életből meríteni, hiszen kell is. Itt a következő kedves hívó, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát miben segíthetek önnek? Én azt szeretném megkérdezni, hogy 1945. 11. 21-én születtem. Hát én érzésem szerint nagyon nehéz életeim voltak, hirtelen elveszítettem a férjemet, és nagyon nehezen bírom feldolgozni, hogy mi vár még rám, 78 éves vagyok. Na most elárulná a keresztnevét, hogy legalább tudjuk. Mária. Mária. Na most kedves Marika, a helyzet az, hogy ugye 1945-ben született, és egy eléggé nehéz korszakban. Igen. Ezzel kapcsolatban azért annyit tudnék mondani, hogy akik átélték ezt a nehéz korszakot, és ebben az időszakban születtek, ugye ez egy megint nagyon érdekes téma, mert nagyon sok mindenki érintett benne, és a másik pedig az, hogy ugye az anyuka, aki önt kihordta, az édesanyja, abban az világban ugye más volt, féltek, háború volt, forradalom volt, minden igen, volt, tehát igen. Egy nagyon nehéz korszakot éltek át. Na most azt mindenki elfelejti, hogy amikor egy terhességet kihord az ember, az édesanyám is 44-es, tehát
én emlékszem rá, hogy mennyit mesélte a nagyanyám azt, hogy hát menni kellett, és anyám nem is itt született meg Budapesten, hanem Nagymegyeren, mert ugye lőttek, menni kellett. El kellett menni, el kellett hagyni Pestet. És egy kiló kenyérért szaladtak, meg mit tudom én, tehát itt olyan borzalmak voltak, hogy csuda. És sajnos, hogy ilyenkor átélni egy terhességet, ebben csak azt szeretném mecsetelni, hogy ez valamilyen szinten az akkori születésű emberekbe, ha akarják, ha nem, de valamilyen szinten a félelem, akik átélték, a szenvedés és maga az egész körülmény nyomot hagy, higgyék el nekem. Sokkal érzékenyebbek. Na most, tehát bennük van egy bizonyos érzékenység, bennük van egy bizonyos aggodalom, bennük van valami, mert ugye egy terhességet, amikor kihordunk, akkor a baba is érzi azt, amit az anyja. Tehát ez egy ilyen dolog. Igen. Na most igen. Hozzátenném még azt is, hogy ugye ön elvesztette a kedves férjét, és hát egy nagyon nehéz korszakot ér át. Nem lesz könnyű, mert bestagnál az éve. Mikor halt meg a férje? A férjem 3-19-ben halt meg. Kint voltunk a temetőben, hirtelen hanyatdőt is meghalt. Hát őrület. Úgyhogy kegyetlen időt. Na jó, de Marika, tessék rám figyelni, eltelt az idő. Igen. És ön még mindig nem tudta túltenni magát rajta. Próbálom, de annyira a szívemben van, hogy nagyon nehezen tudom. Mondok én önnek valamit, és tessék elhinni. Önnel van, csak máshogy. Tehát sajnos, hogy ugye a mi szakmánk az egy olyan szakma, hogy ugye a reinkarnáció elve nélkül nem igazán kezd az ember bele az asztrológiába, mert ugye hát be lehet bizonyítani. És nagyon sok utalás is van hát rá, hogy ez így működik. Na most én azt mondom önnek, hogy érdemes egy kicsit túltennie magát ezen az egészen, és nem megkeseríteni a mindennapjait, hanem próbálja meg úgy átérezni, hogy önnel van. Úgy pontosan ez a segítséget hívtam magamnak, hogy mindig magammal van. Szóval na most ez nem van. Egy segítség, hanem igaz. Tehát önnel igen. van, érti? Belek tehát van, ezt igen. úgy kell felfogni, hogy önnel van, ott van ön körül, és az itt álmaiban... Minden éjszaka megjelenik. Hát akkor meg miről beszélünk? Igen. Álomszférában tud belépni az ön csatornáján. Hát akkor igen, meg ez egy nagy támpont. Is. Beszélgetünk. Ez egy nagyon nagy dolog. Mert általában maguk nagyon szerethették egymást. Igen. A szerelem az egy olyan... 58 évet éltünk be. Hát csodálatos. És ez egy olyan dolog, hogy higgyék el nekem, ez úgy működik, az ember nagyon szereti a másikat, akkor még ott is nagyon szereti a másikat. És ez egy úgymond ezüst, egy aranyszál, vagy ezüstszál összeköt minket. Teljesen mindegy. Mert a szeretet az egy érzelem. Hát a földi érzelmeink, a földi, amit most érzünk, szeretetet, gyűlöletet, vagy valamit, higgyék el nekem, hogy teljesen máshogy működik. Nem lehet, ez még halál után is megmarad. Mert mind untalan azt mondják, mert nem engedem pontosan. El, mert miért nem engedem el, mert azért nem tudok megszabadulni, nem tudom elengedni. Na most tessék rám figyelni. Úgy tudja elengedni, hogy tudja, hogy van. Ezzel a tudattal. Igen. És nagyon igen. könnyű lesz elengedni, pláne önnek még olyan szerencséje is van, hogy tud vele álmodni, és be tud lépni azon a frekvencián, amikor ön alszik. És ilyenkor mindig az a kérdés, hogy ki megy kihez. Mert általában úgy van, hogy amikor alszunk, akkor a lelkünk és a fizikai testünk elválik egymástól. És ha hiszi, ha nem, ön kerül egy olyan állapotban az alvás időszaka alatt, hogy ön tud kommunikálni az elhunyt férjével. Tehát nyilván meg is van a képessége, hát ugye egy változó nyilas jegyében született, ugye a november 21-e. Igen. Akkor igen. már a nyilasnak ugye a napja van, tehát akkor a nap már belép a nyilasban. És pontosan ezért van az, hogy
ön világ életében, tehát azért vevő volt az ilyen magasabb spirituális dolgokra, de én azt mondom önnek, hogy így tud megnyugodni, hogy úgyis álmodok vele, úgyis beszélek vele, tudom, hogy nagyon rossz, mert nagyon ez egy a legnehezebb elfogadni, de csak úgy tudja, de csak úgy tetszik tudni ezt megérteni. Hiszen már 2019 mióta elmúlt, és igen, ment tovább az élete. Érti? Tehát értem, nem együtt jövünk, nem együtt megyünk. Ezt tessék igen megérteni. Jó? Jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így tudok segíteni önnek, és hát remélem, hogy sikerülni is. Mindig olyan jó érzés, hogyha éjszaka megjelenik, beszélünk, és akkor másnap úgy olyan nyugodt a lelkem. Feltölti. Feltölti. Figyeljen igen oda az álmaira, és legyen ez önnel, hiszen ez az életrendje, a körfordulás, igen, a szamszara. Jó. Igen, jó, igen, igen, igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy tudtam segíteni. Tudnék még bővebben is. Szóval én ugyan így éreztem, hogy nem tudom elengedni, de az velem legyen, velem van, és így megnyugszik a lelkem. Önnel van. Igen. De viszont ne keseregjen, mert az neki rossz. És így tudja igen elengedni. Ez a kulcs az elengedéséhez. Igen. Tudom, igen, hogy nagyon fáj, tudom, hogy el kell engedni, mert ugye ez egy más dolog, de mondom önnek, hogy nem egyszerre jöttünk, és nem egyszerre megyünk el. Igen. Ez egy ilyen dolog. És még egyet szeretnék mondani, hogy még az van, hogy tehát ő meghalt itt a temetőbe. Igen. De viszont elvitte a mentő, és ő meghalt még a kórházba. Drága. Kétszer halt meg. Biztos újraélesztették. Igen, igen, de nem volt semmi. Úgyhogy másnapra mondták, hogy meghalt, de ő itt én előttem halt meg, én kezembe halt meg. Engedje tovább. Jó, jó, jó. Engedje jó tovább, ez a kulcs. Jó, jó. Köszönöm, hogy velem volt, köszönöm szépen. És hát miután, azért a műsoridő is véges, de azért hát ez egy olyan dolog, hogy ezt nem lehetett nem elmondani a hölgynek. Bizonyos dolgokat át kell érezni, nem is az, hogy belenyugodni, hanem meg kell érteni valamilyen szinten, és máshogy kell hozzáállni. De nézzék, ez egy olyan dolog, amit tényleg, hát, hogy mi van oda át, azt senki nem tudja. De én azt mondom, hogy így azoknak a beszámolói, akik átélték a klinikai halált, azok nagy bizonyságtételt tettek ezzel, hogy bármilyen vallású volt, bármilyen nyelv volt, bármilyen országból volt, akik ezt átélték. Érdekességképpen mindenki ugyanezt mondja el, amit elmondanak. És ide visszajönnek, tehát ha még van itt dolguk. De ez egy teljes más téma. Ne is kalandozzunk erről el, mert ez egy másik műsor témája lesz majd. Ennek is meg lesz az ideje, hanem egy pár mondattal még azért ecsetelném, hogy a jövő héten, mivel itt az iskola kezdés, más tanokra és más vizekre utazunk, és hát már bőven itt az iskola kezdés, mert a gyerekek már elmentek az iskolába, az egyetemisták majd fognak menni az egyetemre, de viszont rettentő fontos feladat tudni az, hogy ki mit szeretne. És ezt fogjuk megbeszélni, hogy mennyire fontos az, hogy mennyire érdemes tudni az, hogy ki mire való, és egyáltalán miben érdemes belekezdenie. Tehát mindent megbeszélünk ezzel kapcsolatosan. Mi a sorsfordulat, ami természetesen ezzel is összefügg, mint minden mindennel összefügg, és várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, legyenek szép napjaik, és töltsék sok sétálással, kirándulással ezt a gyönyörű szép indián nyarat. Minden jót kívánok a viszontlátásra!